piros. Jó. Megvan, megy? Megy, várja. Ez amúgy mennyire lett szar? Mi van? Mi van? 1 millió nézettség, ha veszek pörgetőt. Úgy járok, mint egy nem tök hasonlatot. Szarni bele, nem? Persze. Az a motto. Szarni bele. Na, akkor forgassuk. Megy? Igen. A szóhas van az a nap, és én énekeljem. Kérlek még egy percet. Gyorsabban menjél már az autómban, ha már kölcsön adtam. Most még le volt sötétítve, baszod az ablak. Nehogy beláss. Nagyon maffia. Nagyon maffia. Úristen. Felvetted? Na. Akkor így beengedik az ukulelét. Benne van az árnyékon, baszod a pólód. Tényleg? A szar az egész. Azon gondolkodtuk, hogy hol vannak ezek az emberek, mert hogy nem a fényre jönnek, ezek a sötétségre jönnek. Igazi denevérek. Bappal nincs itt senki. Most este van, forgatni akarunk, és ilyenkor tele van a lakótelep. Na mindegy. Várj, ezt belemondom a kamerába. Akkor a sztori. Be akartunk menni ide az építkezésre, hogy tépló valami telepen. Gyere le, mert ez rendes jön. Ez vége. Akartunk bemenni, és ránk ott áll egy kocsi, teljesen sötétben, és ránk üdált a csávó, hogy ne menjünk be. Ahogy építési terület. Na de ő azóta nem mozdult ki onnan, és valószínűleg neki az a munkája, hogy ő ül a kocsiban 0-24-ben, és dudál, hogyha valaki be akar oda menni. Na most én nem tudom, hogy ez mennyire rossz állás, és hogy ez hogy van fizetve, de nagyon érdekes. Tehát ilyenről én még nem hallottam. Te, most, hogyha megkérdezték régen az óvodába, hogy mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, akkor mit mondod, hogy ott szeretnek ülni az autóba egyedül. De ez... Mennyire unhatja magát? Szerintem örül, ha valaki oda téved, ez végre dudálhat egyébként. Ki aludt el? Jézus, mizem! Elvonultam a várostól, nem barátkoztam haraggal. Amin üldök éltem, nem aragpart, csak patakpart. Láttam a tengert is, de ez áll hozzám közelebb. Ment az óra mutatója, mégsem lettem öregebb. Minden óra végén kérnék még egy percet, hogy szólhasson az alap és én énekeljek. Egy darabot a holdfényből kérek este, négy fal között.